Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király és egy királyné, és azoknak volt egy erős, szép fiik és egy szép leányik. Egyszer azt mondja a király nekik: hát, édes fiam, válasszál magadnak már valakit, s házasodj meg. Öregedem énes, vedd át tőlem az ország gondját, baját, te meg leányom, válasszál magadnak, hogy tudjál férjhez menni. Az mondja a királyfi: nem kell nekem, édesapám, senki. Ebben az országban nem született leány a számomra. Az mondja a leányos: én se akarok férhez menni, édesapám. Nincs királyfi ebbe az országba számomra. Megharagszik a király: elpucoljatok a szemem elől, ne es lássalak, ha ilyen válogatósok vagytok. Na, szedte magát a királyfi és a király kisasszony, és elindultak országvilágot látni. Hát, hogy mennek, erdőkön, mezőkön keresztül, hát erőst elfáradtak. Leültek egy fa alá, és elszenderedtek. Egyszer felébred a leány. Hallod-e, bátyám, mit láttam álmomban? Mit te? Mondjad csak. Azt láttam álmomban, hogy ennek a fának olyan csodálatos ereje van, hogy aki leszakaszt egy levelet, és egy betegnek a homlokát megérinti, abban a szent helyben meggyógyul. És innét nem messze van egy patak, és aki annak a víziből iszik, aki fél halva van, még az es meggyógyul. Próbáljuk ki! Hamar leszedtek egy csomó levelet, megtöltötték a tarisznyájukat. A leány fogta a kulacsot, megtöltötte vízzel, és elindultak. Hát, hogy mennek, mendegélnek, beértek egy másik országba, ahol mindenki tiszta feketébe járt. Hajjá, én nénikem, miért gyászol ez az ország? Jaj, édes fiam, olyan beteg a királyfi, hogy senki meggyógyítani nem tudja. Azt mondja a királyfi a király kisasszonynak: elmenjünk mi, és meggyógyítsuk. Elöltöztek doktor gúnyába, és jelentkeztek a királynál. Béhes eresztette a király, hogy ne eresztette volna. Oda ment a király kisasszony, és a királyfinak a homlokát megrakta a fának a leveliből. Abba a szent helybe felpillantott a királyfi, és a két szemük eszeért, és egymásra kacagtak. Akkor oda ment a király kisasszonynak a bátyja, megitatta a királyfit, és abba a szent helybe felült. Százszor egészségesebb lett, mint amilyen volt. Na! Én el se eresztelek téged, nem bánom, akárki vagy. Te leszel a feleségem. Akkor azt mondja a király kisasszonynak a bátya: na, édes húvam, te megtaláltad a párodat, most én addig menyek, amíg énes megkapom a magamét. Elindult, s hát, ahogy menjen, hát hall egy rettentő nagy dobszót. Kösz hírét tétedik, hogy aki kitalálja, hogy a király kisasszonynak melyen jegye van a bal hunya alatt, ahhoz adják feleségül. Mentek es oda jelentkezni bárók, hercegek, de egy se találta ki. Hát a királyfi, ahogy le, s felsétál, gondolkozik. Egyszer csak egy kovácsmester az ablakból kitekint, s azt mondja: hová, s merre jár? Én éppen hallottam ezt a dobszót, s ki kéne találjam, hogy melyen jegye van a király kisasszonynak a bal hunya alatt. Hát, az könnyű kitalálni. Nekem van egy csomó aranyom, és abból tudnék csinálni egy aranyborjút, abba valaki bele tudna kuncorodni. Kivinnék a piacra, a király kisasszonynak megtetszene az az aranyborjú, akkor megvennék, és az a valaki benne lenne, akkor megtudná, hogy melyen jegye van a király kisasszonynak a bal hunya alatt. Hát mi lenne? Azt mondja a királyfi: ha én lennék. Há, jó van, egyezünk meg. Reggel a királyfi belé bújt a bornyóba, és kivitték a piacnak a kellős közepére.
Egyszer csak arra sétált a király és a király kisasszony. Azt mondja, jaj, édesapám, vedd meg ezt nekem, melyen szép volna a szobámba. Addig könyörgött a király kisasszony, hogy a király megvette neki. Oda vitte a szobájába a király kisasszonynak. Este lett, levetkezett a király kisasszony, lefeküdt, és mikor gondolta magába a királyfi, hogy már elaludt, akkor az ajtót kinyitotta, azon kimászott, oda ment lassacskán, s a bal hunya alján békukucskát. Hát meglátta, hogy mi van ott. Ott volt a csillagok, a hold, s a nap. Hát akkor átkacagott, hogy erre felébredett a király kisasszony. Elsikoltotta magát, hogy miféle idegen van itt a szobájába, de hamar megesülelte a királyfi, nem sokat gondolkodott. Csendbe légy, nehogy megtudják, hogy én itt vagyok. No, ott azt egy kicsit beszélgettek, megegyeztek, hogy vitesse vissza a kovácsmesterhez a bornyót. Úgy es lett. Reggel jő az apja. Jaj, édesapám, véletlenül letörtem az aranybornyó egyik fülit. Most vissza kéne vinni, hogy forrasszák vissza. Visszavitték az aranybornyót, a kovács a bornyónak az oldalát kinyitotta, s a legény csak kibújt bele. Délután jelentkezett a legény a királynál. Felséges királyom, adjon nekem 3 napot, s addig gondolkozom, amíg kitalálom. Hát aztán a királyfi úgy tett, minthogyha erőst gondolkozott volna. Eljött a 3. nap, de a király kisasszony is alig várta. Akkor azt mondja a király, na, kitaláltad-e? Hát, felséges királyom, a nap, s a hód, s a csillagok vannak a bal hunya alatt. Hinnye a Pilátusát, hát kitaláltad? Na, a tiéd lesz a leányom, s a királyságom. Egészen. Akkor csaptak nagy lakodalmat, volt ott étel, ital elég, meghívták akkor a hugátes a másik királyfival, de a szüleiről se feledkeztek meg. Nagy öröm volt, 1 hétig tartott a lakodalom, még most is húzzák, ha meg nem mondták.